16 versenyző vesz részt a túrán, köztük több utánpótláskorú boxoló is. A tervezett kerethez képest nincs hiányzója a csapatnak, így ott lesz Kubában többek között az olimpiai és VB 5. EB 3. Harcsa Zoltán, a 2010-es Európa-bajnok Bacskai Balázs és a 2015-ben Európa-bajnoki bronzérmes Csóka Nándor is, utóbbi a Győri Gladiátor Akadémia sportolója, akárcsak Nyéki Georgiának is szintén utazik a Karibi-szigetre. A két sportoló edzője Nagy Zoltán elmondta, Nyékinek és Csókának is megvan az esélye arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon, amíg riói olimpiai kvóta nélkül álló magyar nemzeti csapat tagjaira sűrű program vár. A kubai után a magyarországi edzőtáborok és a február elején esedékes bocskai nemzetközi emlékverseny mellett előreláthatólag Lengyelországban, Németországban és Törökországban is készülnek és versenyeznek majd. Az év első felének fő viadala a két olimpiai kvalifikációs torna lesz, április végén Isztambulban és júniusban Bakuban. A 10 súlycsoport többségében szinte biztos a magyar induló, de akad néhány, amelyben később döntik el, ki képviselheti Magyarországot. Az olimpián 250 férfi és 36 női ökölvívó vehet részt, ebből 60 hely tavaly már elkelt, 25 ország szerzett már legalább egy kvótát, ebből 11 nemzet európai, jelenleg Oroszország áll a legjobban 8 résztvevővel.